Diányi Skonta. Eddig sem volt ilyen, és valószínűleg ezután sem lesz Skonta pályafutásában, hogy Diánynak lőjön büntetőt. Skonta berúgja. Ugye okosan lőtte Skonta, tudta, hogy Diány nem fog tudni vetődni akkor át, úgyhogy nagyon okosan helyezte a büntetőt, hogy még esélye sem legyen Diánynak. 2-2 tehát Skonta 11-esével, a harmadik büntetőt csak berúgta az MTK. És mintha átok ülne az Újpesten,